rabbi Ági megkeresésére vállaltam ezt a mai rendezvényt, hogy egy pár gondolatot elmondjak. A választások közelettével nagyon nehéz ebben a minősíthetetlen közállapotban, ebben a kampányban, ami most zajlik, ebben a Covid őrületben is komolyabb dolgokról beszélgetni. Azt a címet adtam ennek a kis felszólalásnak, hogy áprilisi esélyek a Covid árnyékában. Meggyőződésem, hogy nem lesz sorsdöntő változás a 22-es választásokkal, és azt fejtegettem, hogy 2024-ben az önkormányzati választások hozhatnak komoly változást. Amikor olyan polgármestereket választunk, direkt úgy készülve, hogy majd a polgármesterek egy országos gyűlésen egy egészen új társadalmi szerződést elfogadnak, megbeszélnek, mert a társadalmat ők képviselik. Ma Magyarországon a legnagyobb legitimitással rendelkező közszereplők azok a polgármesterek. Olyat kell választani 2024-ben, aki a társadalmat, a helyi társadalmat, a népet képviseli. A nép szuverenitás helyreállítása a legalsó szinttől, tehát a településektől az államig, ez a jövő útja.